Sziasztok! Tegnap ott hagytuk abba a design gondolkodásról szóló közös beszélgetésünket ebben a virtuális térben, hogy vajon mit jelent az, hogy design gondolkodás. Tulajdonképpen tisztáztuk azt, hogy a design az egy terv. A design gondolkodás terv alapú, az a stratégiai alapú gondolkodás. De mégis mi a különbség a hagyományos tervezői gondolkodás, illetve a design gondolkodás között. Mondok egy példát. Hogyha valaki számára hasznos az egészséges életmód, már pedig a 21. században majd mindannyiunk ezt bólintani fog, akkor két választásunk van, mondjuk, hogy beállunk a sarokba, és egy helyben futunk, vagy pedig kimegyünk az utcára, és akkor ott sétálunk. Valószínűleg, ha csak valakinek nem pszichológiai problémája van, akkor többségünk azt fogja választani, hogy kimegyünk az utcára, sétálunk, emberekkel találkozzunk, kirakatot nézünk, én nem tudom, mit csinálunk. Minden esetre esztétikai élménnyel tölt el bennünket az, hogy mindegy mellesleg hasznosan töltjük az időt, hiszen mozgunk, de még egyébként különböző örömforrásokkal is találkozhatunk. Természetesen kinek mit jelent az örömforrás. Tehát a design gondolkodás túl azon, hogy egy stratégiai alapú tervezői gondolkodás olyan terveket jelent, olyan terveket tartalmaz, ami esztétikai élménnyel, azaz örömmel tölt el mindannyiunkat. Na, megbeszéltük tehát, hogy amikor kinézünk az ablakon, és a természet szépségében feloldódunk, gyönyörködünk egy tájban, hagyjuk, hogy elragadjanak ezek az érzések bennünket, eluralkodjon rajtunk valami megnyugvásféleség, ettől aztán jobban érezzük magunkat a bőrünkben, illetve nagyobb örömet jelent a környezetünk számára a jelenlétünk, és talán még eredményesebben tudjuk a munkánkat is végezni. Szóval tulajdonképpen az design gondolkodás e. És hát abban maradhatunk, hogy valamiképpen mégiscsak úgy vélem, vagy úgy véljük, hogy ez is egy design gondolkodás, ha bár vannak ott kitételek, de aki erre kíváncsi, a www.ilabschool.hu-n megnézheti a választ, hogy vajon design gondolkodásnak tekinthetjük el, ha valaki a természet szépségén elgondolkodik. Most egy másik kérdést vetnék fel, hogy vajon a nagyanyámnak a tervét megpróbálom elemezni, mert hogy a nagyanyámat nagyon szeretem, és büszke vagyok rá az által elért eredményekre, és örülök, hogy ő a nagyanyám, és akkor tulajdonképpen már azt mondhatom, hogy beleszerettem az élete tervébe, vagy terveibe, szóval jó-e az, ha a nagyanyám tervét követem. És akkor megint felolvasom dr. Kollár József gondolatát ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Dr. Kollár József személyének, ne felejtsetek el utána nézni a Wikipédián, a munkásságának, mert ahogy mondtam, professzor Pléy Csaba, pszichológus, akadémikus szerint különös nyereségű a magyar szellemi életben. Szóval a design gondolkodása a nagyanyám intelmeire emlékszem. Attól függ ki a nagyanyám. Ha kicsit informatívabb választ akarunk a kérdésre adni, akkor azt mondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel nagyanyáink intelmével szemben, Szent István intelme Imre herceghez, a nagyanyánk intelmei sajnos, de elavultak. Miért is? Mert István intelmei fiához az úgynevezett királytükör műfajba tartozik, amely a leendő uralkodónak ad szent útmutatást. Egy, az isteni szentség által keretezett tükör az örök értékekre épülő virágot tükrözi, az Isten által felkent uralkodó számára. Nagyanyám intelmei azonban az információs társadalomba hangzanak el, amelyben a folyamatos változásért az építőrombolás, azaz kreatív destrukció, mint központi érték a felelős.
A hálózati társadalom sajátossága Nietzsche szavaival az értékek folyamatos átértékelése. Az értékek folyamatos átértékelése. A tradicionális társadalmat elsöprő modernista terv mindent az ész egyetemes ítélőszéke elé állított. Korunk posztmodern tervezői viszont már nem hisznek az ész mindenhatóságában. Minden mehet, ami működik. Kulhánterként, trendvadászokként, bármelyik korból bármit eltulajdoníthatunk, ami segít megbirkózni az áramló terek változó világával. Vagyis, nagyanyánk intelmeiből is kölcsönözhetünk, ha alkalmasak arra, hogy növeljük velük a szebb jövőbe vetett reményünket. A nagyanyám intelmei közül néhány illeszkedik egy izgalmasabb, produktívabb élettervhez, akkor nagyon is szükségem lehet rájuk. Főleg, ha a nagyit például Vivian Westwoodnak hívják. Hajrá, nagyi!